A városi képviselőtestület ülésén vita alakult ki a Palicsi Aquapark bérbeadásának határozatáról. A Szerb Haladó Párt szabadkai önkormányzati frakció vezetője szerint azonban nem helytállóak a kétségek, hiszen az aquapark gazdasági szempontból nagy fellendülést hozhat a térségnek. Nama je istorijska želja da podignemo turizam i turističke usluge u našem gradu, pre svega na Paliću, jer će to povećati i našu ekonomsku moć grada. Vi znate, ako dođe veliki broj ljudi ovde kao turista, oni će veliki deo novca koji posjeduju i ostaviti u našem gradu, što je svakako nama i cilj. Az Aquapark bérbeadási határozatát végül Szabadka város képviselőtestülete elfogadta. Miroslav Milojevic, Szabadka polgári mozgalmának önkormányzati frakció vezetője felszólalásában az Aquapark megvalósítási körülményeit vitatta. Mi nismo protiv Aquaparka, protiv razvoja turizma i protiv novih sadržaja na parku, ali ti projekti moraju da su duboko osmišljeni i koji će imati svoju ekonomsku efikasnost. A Palicsi Aquapark munkálatai a tervek szerint június végén fejeződnek be. A fürdő egész évben működni fog, így gazdaságilag mindenképp jövedelmező befektetésről van szó, mondta Kern Imre, Szabadka alpolgármestere. Ezzel a mai határozattal lehetőséget biztosítsunk a Park Palics Kft.-nek, hogy egy pályázaton magán személynek vagy magánvállalkozónak kiadja bérbe ezt az objektumot, szerintem egy jó megoldás, mert hogyha azt a határozatot hoztuk volna, hogy odaadjuk a működtetésre a stadion közvállalatnak például, akkor abban az esetben sajnos az önkormányzatnak felelősséget kellett volna vállalni, ha nem úgy működik az egész rendszer, ahogy kell. Ez a felelősség gyakorlatilag átkerül a bérlő kezében. Módosították a kulturális intézmények alapító okiratait. Dr. Pásztor Bálint, a VKT VMS-es elnöke szerint a döntéssel megvédték a nemzeti kisebbségek szerzett jogait és a nemzeti tanácsok hatásköreit. Ezen kívül mostantól a Kortárs Galéria is a Magyar Nemzeti Közösség kiemelt jelentőségű intézménye. Az ülésen odaítélték a dr. Bodrogvári Ferenc díjakat Mándigy Kornél kerámia művésznek, Ábrahám Máté zenésznek és Daniela Stánkígy képzőművészettanárnak.